Egy újabb fehérvári művész kiállítása nyílt meg a Nyitrai utcai közösségi házban, a Markó S. Mária emlékalapítvány szervezésében. Ezúttal Karóczkai Ottó festményei kerültek bemutatásra. A református szentmisét követően a kiállítást László Tibor lelkipásztor és Lakner József, a Vörösmarty Társaság alelnöke nyitotta meg. A festő már jó hosszú ideje Fehérváron él, és tulajdonképpen alkotásainak az öme is Fehérvár, Fehér megye, Eszükep, Párt, Dia köré csoportosul, és a Vörösmarty Társaságnak öme évtizedek óta tagja. Részt vesz a társaság kiállításain, csoportos kiállításain, rendezvényein. A Felfedezés pillanatai címet viselő kiállítás már nevében is utal arra, hogy egy impresszionista festő munkáit láthatjuk. Karóczkai Ottó művészetét minden alkalommal a természet egy-egy kiragadott pillanata inspirálja. Az erőteljes színeket és formákat használó festő képein többek között megjelenik a Velencei tó, Sárrét, Berény és a Balaton is. Én a természetből indulok ki, és a természetnek a apró szépségeit próbálom visszaadni a magam módján. Amúgy is nagy természetjáró ember vagyok, itt a környéknek a településeit, hegységeit végigjárom, kirándulni szoktunk sokat, így gombászbaráti körnek is a tagja vagyok, és az ilyen túrák során gyűjtöm az élményeket, és ami nagyon-nagyon megtetszik, azt a magam módján megfestem. A kiállítás megnyitó végén a művész egy a Borivárról festett képét is felajánlotta a református gyülekezet tagjainak, ezzel köszönve meg a lehetőséget. Karóczkai Ottó kiállított képeit az érdeklődők a következő egy hónapban vasárnaponként tekinthetik meg a Nyitrai utcai közösségi házban.